Üdvözlöm Önöket, Fehér Norbert vagyok. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy Önökkel együtt tanulhatunk minőségügyről, folyamatfejlesztésről. Önökkel együtt kereshetünk majd folyamat hibákat, lehetőségeket arra, hogy jobban ki lehessen elégíteni a vevői, jelen esetben az olvasói igényeket. Vágjunk is bele ebbe a kis rövid bevezető képzésben. Nagyon sajnálom, hogy online módon kell találkozzunk itt a COVID miatt, és nem tudunk személyesen játszani, gyakorolni, de remélhetőleg ezt be fogjuk tudni pótolni nagyon hamar majd, amikor találkozunk a kurzusok keretében, az órák keretében. Fehér Norbert vagyok, 17 éve foglalkozom folyamatfejlesztéssel, alapvetően közgazdász végzettségű vagyok, mert sajnos szintévesztő vagyok, és mérnöknek nem mehettem el, de valamiért mégis a minőségügy területén kötöttem ki. 17 év folyamatfejlesztői tapasztalattal rendelkezem, több mint 500 projektet támogattam, vezettem, elsősorban Lean Six Sigma folyamatfejlesztéssel foglalkozom, összesen 1200 oldalnál több publikációm jelent meg folyamatfejlesztésről, logisztikai projektvezetésről, statisztikai jelentésekről. Szeretném megemlíteni, hogy két könyvem jelent meg, illetve nagyon megtisztelő volt, hogy a Magyar Minőség folyóirat főszerkesztője Tóth Csaba úr a magyar Pizdeknek, Thomas Pizdeknek hívott engem. Félállásban, amellett, hogy én folyamatfejlesztési tanácsadással foglalkozom, félállásban a Pannon Egyetemen, korábban Budapesti Gazdasági Egyetemen tanítok. A kollégák azt gondolják rólam, hogy logisztikus vagyok, mert logisztikai jellegű projektekkel is foglalkoztunk. Itt elsősorban Lean logisztikával, minőségbiztosítással, változásmenedzsmenttel foglalkozom, jelenleg ezeket tanítom, illetve statisztikai jellegű probléma megoldást is oktatok. Amellett, hogy a Pannon Egyetemen oktatok, Zalaegerszegen, Veszprémben az autóipari szakmérnökképzésen is óraadó vagyok. Itt a Continental mérnökeivel együtt valósítunk meg egy autóipari szakmérnök képzést, és úgy gondolom, hogy nagyon sikeres, nagyon hasznos, gyakorlatias tárgyakat, témákat oktatunk itt a résztvevőknek. Tavaly pedig bekerültem az Audinak a járműgyártási tanszékére, a Széchenyi Egyetemre, ahol kifejezetten minőségköltségek, statisztika folyamatszabályozás témakörében oktatok. Nagyon büszkén szeretném mondani, vagy nagy büszkeséggel tölt el, hogy első könyvem, a Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve Magyar Minőség Szakirodalmi Díjban részesült. Ez egy olyan átfogó könyv, amely rengeteg minőségi eszközt tartalmaz, rengeteg olyan eszközt tartalmaz, amivel folyamatot lehet fejleszteni, elsősorban mérnököknek, technikusoknak, irodott. Több mint 50 videó tartozik ahhoz az e-learning portálhoz, amit a könyvhöz tartozó QR kódok beolvasásával el lehet érni. Nem elsősorban kezdőknek készült, azoknak, akik nem csak értik azt a PDCA ciklust, amiről sokat fogunk beszélni, hanem a gyakorlatban alkalmazzák is. Kezdők számára írtam tavaly felbuzdulva itt a COVID általi lezárások során a Hibázza tökéletesre vállalta folyamatait című könyvet, ahol én a PDCA ciklus mellett, amitről rengeteget fogunk beszélni, a PDCA mellett én sokat fogok beszélni majd olyanról is, hogy odarakjuk elé a megfigyelést, az O-t odarakjuk elé, odarakjuk majd a végére pedig az E-t, a lessons learned-öt, azaz, hogy megtanuljuk, hogy mit hibáztunk, hogyan tudjuk fejleszteni a folyamatokat. Vágjunk is bele a tananyagba, mert nagyon rövid az időnk. Mi a tematikánk? A tematikánk a következő. Beszélni szeretnék arról, hogy mire is elég a 99%-os teljesítmény, mik azok a folyamatok, miért van a folyamatokra szükség, mi az értékfogalma, hét veszteség forrást próbálom megmutatni Toyota szemszögéből, és a PDCA ciklusba egy kicsit belemegyünk, azért, hogy lássuk, hogy igazából mit lehet elérni ezzel, hova lehet eljutni összességében ezzel az egésszel. Mire elég a jelenlegi vállalati teljesítmény, minőségirányítási alapelveket kellene itt átbeszélgetnünk? Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nem, hogy 99%-on, de akár 100%-on vagy 110%-on kell pörögni vagy dolgozni, és ilyen szintű teljesítmény nagyon nehéz folyamatosan fenntartani. Egy olyan esetben, amikor például amerikai kosárlabdázónk lennénk, és bizony egy 45% feletti sikeres 3 pontos statisztikai eredménnyel az amerikai egyetemi liga élvonalába kerülhetne bármelyikünk, és válogathatnánk a jobbnál jobb ajánlatok közül. Egy kicsit, hogyha más szempontból nézze meg az egészet, például a Magyar Postánál, ha dolgoznánk, akkor talán büszkeséggel töltene
el minket, hogyha a feladást követő első napon sikerül a csomagküldeményeknek a 92,3%-át kézbesíteni. Ez azonban azt jelentette 2017 karácsonyi időszakában, hogy több mint 800 ezer csomag nem érkezett meg időben, átlagosan 4 napot késtek, és ennek a 800 ezernek körülbelül a 12%-a valamikor csak januárban lett kézbesítve, tehát nem ért oda a fal alá ez az ajándéknak szánt csomag. Szóval igazából itt a mire elég a 99%-os teljesítmény, az egy provokatív kérdés, és a helyes válasz talán, hogy attól függ, hogy mire elég. Képtelenség ugye 100%-on, 110%-on dolgozni, ráadásul van egy mondás is, amely szerint csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, és igazából ezeket érdemes fejben tartani, elgondolkodni ezekre vonatkozóan. Hogyha egy kicsit egyszerűsítjük az egészet, veszünk egy egyszerű példát, és itt az egyszerű példa kapcsán talán annyit mondanék kell, hogy szeretek matekozni, számoljunk egy kicsit. Egy nap az áll 24 órából, 24 órából. Egy óra, egy óra az áll 4 negyed órából, 4 negyed órából, negyed órából áll. Tehát így nagyjából azt mondva, hogy ugye ez nagyjából azt lehet mondani, hogy körülbelül egy nap az 100 negyed órából áll, körülbelül 15 percen keresztül, hogyha csak 100%-os a teljesítményünk, akkor például nem megfelelő a wifi szolgáltatás. Lehet, hogy akadozik, leszakad a wifi, előfordulhat az, hogy esetleg nem megfelelő minőségű víz folyik a vízcsapból. Nem azt kell feltételezni, hogy nem folyik víz, lehet, hogy egy kicsit klórosabb, lehet, hogy egy kicsit zavarosabb, lehet, hogy valami szaga van a víznek, vagy nagy Isten, ingadozik az áramellátás. Ingadozik az áramellátás, ezek mind-mind azt jelenítik meg, hogy összességében nem tökéletesek a folyamatok. Hogyha könyvtári szolgáltatása, az információ szolgáltatás, a tudás szolgáltatás szempontjából nézzük, akkor vajon mi az a teljesítmény, ami elvárható lenne, mi az, amit a vevők, pontosabban az olvasók értékelnek? Itt ezekről lenne érdemes gondolkozni egy kicsit. És ha itt már gondolkodunk itt a minőségről, meg a hibákról, akkor beszélni szeretnék nagyon röviden a minőségirányítási alapelvekről. Ezek az alapelvek olyan alapelvek, 7 olyan alapelv került lefektetésre, amelyek meghatározzák a minőségről alkotott gondolkodást. Ezeket az alapelveket az ISO-nak a 176-os, nem is olyan lényeg, technikai, nemzetközi szakértői határozták meg, és egy ilyen kis egyszerű lista, de rengeteg munka van abban, hogy a rengeteg dolgot, ami meghatározza a minőséget, azt egy listábá, alapelvekké foglalják össze. Ezeket nézzük meg, tekintsük át nagyon röviden. Vevőközpontúság alatt mit értünk? Azt értem, hogy mivel minden szervezetnek a léte a vevőitől függ, így elég elengedhetetlen, hogy azok igényét, szükségleteit maradéktalanul kielégítse. Sőt, arra kell törekedni, hogy azt az általuk támasztott elvárásokat felül is tudjuk múlni. Mik itt az olvasóközönségnek az elvárásai a könyvtárral szemben, a könyvtári szolgáltatásokkal szemben? Erről lehetne esetleg itt gondolkodni, erről lehetne kicsit ötletelni, mert ezek lehet, hogy előrébb visznek a tekintetben, hogy hogyan lehet jobb könyvtári szolgáltatásokat létrehozni. Vezetés tekintetében meg kell határozni a szervezetnek a saját céljait, a vevőigény, olvasóigénynek a maradéktalan kielégítése érdekében, és ezeket a célokat le kell bontani úgynevezett részcélokká, minden szervezeti egység, sőt a dolgozók részére is. Jó? Így ezek a dolgozók teljes mértékben be tudnak kapcsolódni abba az értékteremtésbe, amellyel az olvasóigényeket szeretnénk kiszolgálni. Munkatársak bevonása. Ugye minden szervezeti szinten olyan munkatársaknak kell állni, akik értik és elfogadják azokat az alapelveket, amelyeket itt a menedzsment, a vezetés meghatározott. Folyamatosan fejlődnek, képzik önmagukat a növekvő igények maradéktalan kielégítés érdekében. Rendkívül szimpatikus, ahogyan önök belevágtak ebbe a minőségprogramnak a megvalósításába. Nem elégednek meg ezzel a címmel, hogy minősített könyvtári címet szeretnének elérni, hanem nem csak megtartani szeretnék, hanem tovább is akarnak lépni. Én nagyon örülök, hogyha ebben részt tudok venni valamilyen szinten, és együtt tanulhatok önökkel itt a könyvtári folyamatoknak a fejlesztése kapcsán. Folyamatközpontúság. Stabil, tervezhető eredmények igazából.
csak akkor érhetőek el hatásosan, illetve hatékonyan, amennyiben a tevékenységeket, mint egymással szoros kapcsolatban lévő folyamatok rendszerének tekintik. A folyamatokat éppen ezért nem lehet csak önmagában vizsgálni, hiszen szervezetek, komplex rendszerek és azokban zajló folyamatok kölcsönösen hatnak egymásra. Folyamatos fejlesztés. A sikeresen működő szervezeteknek közös ismertetőjegye kell, hogy legyen, hogy folyamatosan fejlesztik folyamataikat a teljesítmény, valamint a minőség javítása érdekében. Tényekkel, adatokkal alátámasztott döntések. Én egy pillanatra átmegyek Excelbe, rengeteg adatot sikerült itt a könyvtári szolgáltatással kapcsolatosan szerezni. Kölcsönzött dokumentumok, itt egy 2018-as adatbázis sikerült itt letölteni központi helyről. Itt látszik, hogy például milyen a dokumentumok forgása, amiket itt kiszámolgattam, vagy hogy közvetlenül helyben használ dokumentumoknak az aránya itt a többiekhez képest. Lehet ilyeneket nézegetni, hogy milyen az aktív felhasználóknak az aránya. Ugye egy kicsit furcsa, hogy 100%-ban aktív felhasználók vannak bizonyos könyvtárakban, azokhoz nem biztos, hogy kéne hasonlítani itt a Deák Ferenc megyei könyvtárt, de például egy Veszprémihez érdekes lehet hasonlítani, vagy egy Békés megyeihez lehetne érdemes hasonlítani. Nagyon tetszik, nagyon szimpatikus, valahol láttam, hogy a 14 év alattiaknak 30% körüli az aránya Zalaegerszegen, elnézést, nem ugrálok itt nagyon, vagy Zala megyében pontosan, ez nagyon pozitív. Rendkívül szimpatikus, hogy 336 rendezvényt sikerült 2018-ban tartani, amire 10.750-en érkeztek meg, de például egy kicsit így mondja az idegen nyelv, az angol, hogy benchmarkoljunk, egy nagyobb város, egy veszprémi város, Veszprém például háromszor annyi rendezvényt tudott tartani 47 ezer résztvevővel. Tehát mindig van fejlődési lehetőség, mindig van lehetőség, akár település létszámára vetítve, akár beiratkozott olvasók számára vetítve, hogy hányan vettek részt ezeken a folyamatokon. Nagyon fontos az, hogy a szervezet minden szintjén döntések keletkezzenek, és akkor visszatérek a tények adatokkal alátámasztott döntésekhez. Ezek a döntések előre definiált célok elérése érdekében születnek, adatok, információk elemzésén, kiértékelésén alapulnak ezek a döntések. Itt majd lesznek ilyenekről fogunk majd beszélgetni, hogy eredménytípus adatok, meg lesznek előrejelző típus adatok. Az eredménytípus adatokkal nehéz mit kezdeni, mert azok már megtörténnek, lezárult. Vajon meg kell nézni, hogy mivel lehet azt elérni, hogy ez a jó teljesítmény ez a valóságban megtörténjen. Együttműködés az üzleti partnerekkel, elsősorban inkább a vállalatoknál fontos ez, hogy a szervezet és a partnerei, különösen a beszállítói kölcsönösen függenek egymástól, tehát a közöttük kialakult kapcsolat jelentősen befolyásolja a felek értékteremtő képességét. Jó, körülbelül ez, amit itt ezzel kapcsolatosan nagyon röviden gondoltam mondani. Vágjunk is bele a második témába, mik azok a folyamatok, miért lehet szükség rájuk. Itt a folyamatokkal kapcsolatosan nagyon szimpatikus volt, ahogyan a folyamatszabályozás a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban, dokumentumban szerepeltek ilyet, hogy vezetési folyamatok, fő folyamatok, támogató folyamatok, kulcs folyamatok, én ezt csak kimásoltam. Igazából mik is a folyamatok? Az üzleti folyamatok valóságban olyan tevékenységek vagy feladatok sora, amelyeket emberek vagy gépek végeznek előre meghatározott sorrendben valamilyen termék vagy szolgáltatás előállítása érdekében. Hát azért ez egy kicsit ilyen, hogy hívják, forra muci, mi lehet itt gép, például digitalizálnak esetleg, vagy kötést végeznek például. A folyamatok minden szervezeti szinten megtalálhatóak, és nem is biztos, hogy azonnal észleljük ezeket. Ezeket a folyamatokat általában leggyakrabban folyamatábrával lehet vizuálisan megjeleníteni, ki kell rakni, ki szoktuk rakni a fejünkből, hogy mit gondolunk ezzel kapcsolatosan. A legjobb folyamatfejlesztő, folyamatábra készítő eszköz, a Post-it eszköz, nagyon sokat szoktuk használni. Az üzleti vagy szervezeti folyamatok kialakultásának, működtetésének az a legfőbb előnye, hogy a vevő igények folyamatosan és magas szinten lehet kielégíteni, valamint gyorsan tudunk alkalmazkodni, amennyiben megváltoznak az olvasói igények. A folyamatoknak három fő típusa van, menedzsment folyamatnak vagy vezetési folyamatnak nevezzük azokat, amelyek az operatív folyamatok működtetéséért, a fő folyamatok működtetéséért felelnek, mint például a beszámolókészítés, a tervezés, a munkaerőfelvétel, stb. Stb. Operatív folyamatnak vagy fő folyamatnak nevezünk olyan alapvető folyamatokat, amelyek magukba foglalják az úgynevezett olvasó számára történő értékteremtés során
a egészen az igény fogadásától, egészen a könyv kikölcsönzésén terjedő folyamatot, és természetesen vannak olyan támogató folyamatok is, amelyek az operatív folyamatok, vagy a fő folyamatok működését segítik. Ilyen lesz például, itt önöknél láttam, hogy itt van például az eszközbeszerzés, új dokumentumok feldolgozása, mindenféle törlési folyamatoknak az elvégzése. Nagyon tetszik, hogyan így bekategorizálták ezeket a folyamatokat. Manapság a szervezeti folyamatok nagyon összetettek, így gyakran alfolyamatokra bonthatók, és ezek akár külön-külön is vizsgálhatók. És nagyon fontos figyelembe venni, mint említettem korábban, hogy hatnak egymásra ezek a folyamatok. A folyamatok számos módon modellezhetők, fejleszthetők, azonban a legfontosabb, hogy mindez olyan módon történjen, melyek hatására szabványosítható, standardizálható, olvasói elégedettséget növelő megoldások szülessenek. Ezek azok, amiket talán szeretnék itt kiemelni. Amit így láttam itt a folyamatokkal kapcsolatosan, az nagyon szimpatikus volt. Szeretném mondani, hogy amit nem mérünk, arról véleményt sem igazán tudunk mondani, így fejleszteni sem nagyon tudjuk, és igazából nagyon izgalmas lenne majd látni, nagyon izgalmas lenne belásni magunkat, hogy hogyan mérjük ezeket a folyamatokat, milyen mérőszámokat és célokat lehet ezekhez hozzárendelni. Én nekem egy valami nagyon hiányzik, ez pedig a kölcsönzésnek a folyamata. A kölcsönzésnek a folyamata talán azért hiányzik, a kölcsönzés folyamata, mert túlságosan egyszerűnek tűnhetett, hogy részletes folyamatábrával lerajzolják, de képzeljék el csak ezt az alábbi ábrát, ezt az alábbi ábrát, hogyha megnéznénk, az olvasó szemszögéből igazából mire van szüksége? Arra van szüksége, hogy szüksége van információra, kikeresi a katalógusból a honlapon keresztül, vagy az olvasószolgálat segítségével is kikölcsönzi. Itt a könyvtár részéről, itt a folyamatfejlesztő csoport részéről láttam, hogy már sokkal részletesebb folyamatábrákat sikerült leírni, de összességében a valóságban, hogyha oda mennénk a helyszínre, felvennénk a veszteséget látó szemüvegünket, akkor azt látnánk, hogy jaj, nem találjam meg a katalógusban, milyen kulcsszóra keressen, hogyan keressen rá, mi történik ott, hogyan lehet azt elérni, hogy elsőre jól sikerüljön megszerezni azt az információt, amire szükség van. Nagy Isten, újra vissza kelljen baktatni a könyvtárba, mert pont abban a dokumentumban nincs benne az az információ, amire szüksége van, akkor ez már egy jóval részletesebb folyamat. Én azt fogom erősíteni, azt fogom sugallani önöknek, hogy próbálják meg így megnézni, ilyen szemszögből, hogyha kicsit felvértezzük magunkat itt az érték fogalmával, meg a veszteség fogalmával, mert ha ezek alapján vizsgáljuk a folyamatot, gyűjtünk adatokat, hibarátákat, kiesési rátákat, visszaforgásokat, átfutási időket, ciklusidőket, akkor nagyon sokat tudunk megtanulni, és nagyban tudjuk segíteni azt, hogy az olvasó megszerezze azt az információt, amire szüksége van. Egyfajta ugye a tudásának a bővítését, szinten tartását. Itt van egy nagyon egyszerű példa, ez ilyen uszodai sávokként próbáltunk egy zalavizes folyamatot megvizsgálni, posztitekkel raktuk sorba a folyamatot, bizony azoknak a folyamatlépéseknek a sorba rakása is az elején gondot okozott, hogy miután mi következik, melyek lesznek az úgynevezett párhuzamos tevékenységek, melyik a soros, elnézést, melyik a párhuzamos tevékenységek, mennyi az egésznek az átfutási ideje, mennyi az átfutási ideje, amíg egy ilyen munkalapot nem csak kitöltünk, hanem megoldunk is, mennyi az egyes lépéseknek a ciklus ideje, milyen a hibaráta, milyen elágazások vannak, miért vannak benne elágazások, ezeket mind-mind lehet és gyakran kell is elemezni ahhoz, hogy vevőigényt tudjunk, vagy fogyasztóigényt, vagy olvasóigényt tudjunk kielégíteni. Elnézést, hogy mindig vevőigényről beszélek, nekem az olvasó a vevőt jelenti, vagy a fogyasztót jelenti. Az, hogy folyamatot fejleszünk, a folyamatfejlesztéshez 5 dologra van szükségünk. A folyamatok közül 2 típust különböztetek meg. Az egyik, amit kevésbé szeretek, különösen képzés esetén, az az, amikor egy nagyon ritkán előforduló, de sok erőforrást igénybe vevő folyamatról beszélek. Itt visszaugrok egy picit. Ilyen például a beszámolók készítése. Jó, mert ez ritkán fordul elő, nagyon nagy erőfeszítést igényel. Itt nem igazán tudjuk nyomon követni, megfigyelni ezt az egészet. Én azt szeretném, hogyha oda mennénk a helyszínre, és megfigyelnénk, hogy mi történik. Sokkal jobban szeretem az olyan típusú folyamatokat, az olyan típusú feladatokat, ahol nagyon
gyakran fordulnak elő a folyamatok. Igaz, hogy kicsi az erőforrás igényük, de a kis erőforrás szorozva igény, szorozva a gyakori előfordulás miatt igazából összevethető értékében az egyes tétellel, és itt, ha valamiféle változtatásokat bevezetünk, akkor szinte azonnal megjelenik, hogy jó irányba mozdult el a folyamat, vagy rossz irány, vagy esetleg kedvezőtlen irányba mozdult el. Problémát egy pillanat rátugrom, mérőszámra, illetve célokra van szükségünk. Itt a mérőszámokkal kapcsolatosan, hogyha itt ilyen benchmarkunkról, ilyen összevetésről beszélünk, például egy másik megyei könyvtárral összehasonlításban, vagy akár saját célokat próbál a könyvtár kialakítani, akkor itt a könyvtárra vonatkozóan lesznek valamiféle célértékek, hogy próbáljuk a 14 éven aluliaknál a kölcsönzési gyakoriságot, vagy a kölcsönző dokumentumoknak az arányát növelni. Ha ez az úgynevezett pozitív tartomány, ez meg a negatív tartomány, tehát az úgynevezett tényadatok eltérnek ettől, akkor igazából itt ez a különbség, ez az, amit elemezni kellene. A tényekkel, adatokkal beszélve, ez lesz az a probléma, amit elemeznünk kell. Vállalatoknál elengedhetetlen a megtakarítás. Itt ilyenről most én nem nagyon tudok beszélni, hogy mi lehet a megtakarítás, viszont nagyon fontos lenne megemlíteni, hogy van vevőigény. A vevőigény az olvasó, a külső vevő, de belső vevő is van. Belső vevő az, aki a következő folyamatlépés. Ennek a folyamatlépésnek ő is a vevője, meg ő is a vevője. Meg azt kell elérnünk, hogy elsőre jól tudjuk kiszolgálni információval az igényeit ahhoz, hogy el tudja végezni a feladatát. Mert előfordulhat, hogy pont azért nem lesz valami megfelelő egy döntés esetén, azért lesz majd visszacsatolás, mert itt valami nem történt meg megfelelően, ez pedig plusz növeli az úgynevezett érintések számát, az átfutási időt növeli, és összességében a vevői, olvasói elégedettséget csökkentheti. Jó? Hogy itt a folyamatokról már beszéltünk, akkor kellene beszélgetnünk egy icipicit az érték fogalmáról, az értékteremtésnek a fogalmáról. Itt az értékkel kapcsolatosan a józan paraszti ésszel így szoktuk a vállalatoknál mutatni, hogy értékteremtőnek minősítünk minden olyan folyamatlépést, amiért a vevő hajlandó fizetni. Jó? A vevő hajlandó érte fizetni, azaz mondjuk beiratkozik ide a következő évben is a könyvtárban, vissza fog jönni, ez is a vevő fizet, hogy visszajön a könyvtárba, és nem mondjuk az internetről, vagy pedig máshonnan próbálja beszerezni azt az információt, dokumentumot, mint amire szüksége van. Ez még nem elégséges azonban. Nagyon fontos, hogy itt értékteremtőnek minősül az, ahol itt elsősorban olvasó szolgálattal, könyvtári szolgáltatással kapcsolatosan inkább azt mondanám, hogy információ tartalommal gazdagítjuk az olvasót, jó? Vagy a tudását növeljük. Igazából itt a tudás alapú megközelítés nagyon fontos. És rendkívül fontos lenne, hogy elsőre jól sikerül elvégezni. Ha nem sikerül elsőre kielégíteni az igényét, akkor vissza kell jönni, akkor újra és újra foglalkozni kell azzal a személlyel, amikor lehet, hogy már más vár információra. Ezeket kellene átbeszélgetni. Ha egy kicsit itt most beszélgetnénk olyan tekintetben, hogy értsük meg ezeket az értékteremtő folyamatlépéseket, akkor itt van egy példa, ezt a példát én még 2008-ban találtam, itt Barack Obamát, nem tudom, hogy felismerje valaki, hogy éppen az amerikai autógyártókat, még a Chryslert takartam itt ki, próbálja megmenteni. Próbálnék egy garást mutatni, egy garázsnál munkalapot kapunk, és a munkalappal kapcsolatosan azt kellene végig gondolni, hogy vajon, hogyha az önök autójáról van szó, az önök családi autójáról lenne szó, melyek azok a lépések, amiért hajlandóak lennének kifizetni? Mik azok a lépések, amelyek hozzáadott értéket képviselnek? Mik azok a tevékenységek, amelyek nem hordoznak hozzáadott értéket? Miért nem jelentenek ezek hozzáadott értéket? Szeretném kérni, hogy itt egy pillanatra állítsák meg a videót, nyomják meg a pause gombot, és gondolkodjanak róla. Hogyha együtt vannak több kollégával, vagy kettesben nézik ezt a diát, akkor beszélgessenek róla, hogy vajon a munkafelvételi lap kitöltése az értékteremtő, vagy nem értékteremtő. Értékteremtője az, hogy a számlát magyarázkodni kell a vevőnek. Értékteremtő az, hogy ebédszünetet tartunk. Ugye természetesen Jani szempontjából értékteremtő, de vajon nekünk a mi szempontunkból értékteremtő.
Jó? Hogyha egy kicsit gondolkodnak így majd az olvasószolgálati vagy kölcsönzési folyamatokról, akkor is lehet gondolkodni azon, hogy vajon mi az, ami befolyásolja, mi az, ami esetleg olyan dolog, amiért nem érdekli az olvasó közönséget, a könyvtárba járó közönséget. Ha egy kicsit a folyamatokat csoportosítani szeretnénk, akkor ugye megbeszéltük, hogy értékteremtő mindaz, amiért hajlandó fizetni, vagy elfogadja a következő folyamatlépés, információtartalommal gazdagítjuk, vagy pedig elsőre jól sikerül elvégezni. Minden egyéb tevékenység nem értékteremtő. És ezek olyan tevékenységek, amelyek tovább bonthatóak olyan szempontból, az egyik típus az, amikor a vevőt védjük, az olvasót védjük, olvasót védjük. Elnézést itt a felbontásért, olvasót védjük. Tipikusan ez, amikor leltárt csinálunk, hogy a polcokon levő készlet, vagy a kötetek állománya, illetve a rendszerben levő kötetek állománya között minél kisebb eltérés legyen. Ilyen lesz, amikor selejtezünk, mert elavult információ, idejét múlt információk történtek, stb. Stb. Ezek azok, amelyeket azért végzünk, mert nem robusztusak a folyamatok, nem 100%-osak. És lesznek olyan veszteségforrások, amelyeket itt a elnézést, a Toyota mérnökei azonosítottak, jó? És meglátjuk, hogy vajon ezek a veszteségforrások, ami egy autógyárban, egy gyártásban megjelennek, azok felfedezhetőek-e esetleg mondjuk egy könyvtárban zajló folyamat során, jó? Van egy úriember, ez az úriember Philip Crosby, nagyon híres quality guru. Ő volt az egyik azoknak a minőségügyi guruknak, akik a második világháborút követően elutaztak Japánba, és a japánoknak megtanították a minőség fogalmát. Ha szeretnének egy nagyon izgalmas könyvet olvasni, elnézést, akkor ajánlom figyelmükbe Morita Akiro Made in Japan című könyvét. Magyarul van írva természetesen. Ez a Sony történetét mutatja meg. Sony történetét az 50-es évektől, amikor még mindenki nevetett a Sony rádióknak a minőségén, a Sony rádióknak a minőségén nevettek. 80-as években, 90-es évek elején mi is nevettünk a kínai termékeknek a minőségén. Jelenleg lehet, hogy nevetnek a magyar termékeknek a minőségén, de mit lehet tenni azért, hogy a magyar termékek minősége, a magyar könyvtári szolgáltatásoknak a minősége olyan világszínvonalú legyen, hogy 20-30 év múlva ugyanúgy rettegjenek a versenytársak például egy magyar terméknek a látványától, vagy egy magyar szolgáltatás látványától, mint ahogyan a Sony-nak a versenytársai is reagálnak jelenleg. Azt mondta ez az úriember, Philip Crosby, hogy önmagában már a nem szükséges, a nem értékteremtő dolgok eltávolítása is profitot tud eredményezni. Jó? Hát akkor nézzük meg, hogy mik ezek a veszteségforrások. Mik ezek a veszteségforrások, amelyek jellemzik a Toyotát. A Toyotánál nevezték ezt a hétfő veszteségforrást olyannak, amelyet a leggyakrabban kell felismerni. Én próbáltam ezt lefordítani könyvtári nyelvre, ami eszembe jutott. Biztos vagyok benne, hogy ezeket majd finomítani tudjuk, majd amikor együtt dolgozunk, együtt tanuljuk a hétfő veszteségforrást a könyvtári folyamatokban. Ha valamit esetleg rosszul mondok, akkor ezért előre is elnézést kérek. Túltermelés okozta veszteség, ez a legnagyobb veszteségforrás, ami a vállalatoknál megjelenik, mert ha túltermelés típusú veszteségem van, akkor abban megjelenik minden. Túltermelésnek minősül az, amikor én többet gyártok, vagy többet szerzek be, többet rakok a polcra, például, mint amire valós igény van, és ennek hatására esetleg itt lassabban forgó készletek lesznek, elfogy a pénz, ugye itt pénzt költök arra, hogy beszerezzek egy olyan kötetet, ami esetleg kevésbé fog forogni, és közben esetleg olyanra meg nem jut ki költség vagy tőke, amit esetleg keresnének az olvasók, és vagy lassabban könyvtárköziként kell megszerezni, vagy esetleg nem is tudjuk beszerezni összességében. Amikor előre szerzek be valamit, például, hogy milyen lesz a, mit tudom én, a 2023-as, vagy valamilyen évnek a igénye, valami statisztikai évkönyv, vagy bármi, amit nézegethetek, ez is tipikusan az szokott lenni. Hát előregyártás egy vállalatnál, termelővállalatnál talán onnan ott jelenik meg, amikor előbb érkezik meg a kamion, és nem tudják lerakni mondjuk az Audiba az üléseket, mert ott az üléseket azonnal a gyártásba viszik a kamionról, nem is a raktárba vételezik be.
Értelmezhető például a várakozási veszteség, sorban állása a recepció, vagy az olvasószolgálat előtt, kölcsönzésre váró dokumentumok állnak sorba, dokumentumok várnak sorra, hogy visszavételezze őket az olvasószolgálat, ki kellene keresni kérésre különböző információkat az olvasó szempontjából. Számítógép háló tekintetében a tipikus homokórázás az, ami várakozási veszteség szokott lenni. A honlapon nem találom meg, ergonomia problémák vannak a honlapon. Például a honlappal kapcsolatosan nagyon fontosnak tartom, hogy most már a keresések annak a 64-67%-a mobiltelefonon történik, vajon mennyire responszív, mennyire felel meg ezeknek az elvárásoknak a könyvtárnak a honlapja. Mozgatási, szállítási veszteségek. Itt egyrészt nézegethetjük a dokumentumokat, hogy hogyan mozgatjuk, szállítjuk. Például, amikor ki kell adni egy régebben használt folyóiratot, akkor milyen lépéseken kell keresztül menni. Aztán a mozgatási, szállítási veszteségnél akár az olvasókat is lehet nézni, hogy hogyan közlekednek a könyvtárban, mennyire vizuális itt a könyvtárnak a jelölésrendszere, mennyire egyértelműen tudnak tájékozódni itt ezek a személyek. Erre vonatkozóan nagyon szép kis spagetti ábrákat szoktunk rajzolgatni, amikor az egyes lépés, kettes lépés, hármas, négyes, egy vállalatnál ilyen furcsán mozognak ezek, és mondjuk itt megy ki az egész, ezeket úgy tudjuk elemezgetni, mintha egy tál spagettit nézegetnénk. És ez alapján nézhetjük, hogy miért sétál ennyit az ember. Például, hogy miért sétál ennyit a könyvtáros, amikor vissza kell vinni a köteteket, a dokumentumokat a helyére. Mozgatási, szállítási veszteségként eszembe jutott ez a mozgó könyvtár is, amikor villamossal próbáltak itt, vagy kisbusszal próbáltak esetleg falvakba eljutatni könyveket. Másik veszteség a túlmunkálási veszteség. Én nekem most kapásból ez a régi kartoték rendszer jutott eszembe, még láttam itt a statisztikák között, hogy a Zala megyei Deák Ferenc könyvtárban ez megszűnt, de több könyvtárban még láttam, hogy létezik párhuzamosan kartoték rendszer is. Túlmunkálási veszteség az is, amikor túlságosan sok információt rögzítünk, több adatbázisban rögzítünk, az adatbázisokat ilyen furcsa hengerrel szokták, elnézést, ha hengerekkel szokták jellemezni, és ide is inputokat viszünk be, oda is inputokat viszünk be, mert nincs a kettő összekapcsolva. Ilyenek is előfordulhat például. Előfordulhatnak például. Oké, készletezési vesztesség az, amikor a külső, illetve a belső vevő igényekhez képest felesleges vagy túlságosan nagy készleteket tárolunk. Jártam nemrég Győrben egy olyan antikváriumban, ahol kinéztem egy könyvet magamnak a honlapról, és szinte tigris ugrásban kellett oda mennie az antikváriumnak az eladójának, mert annyira fel voltak ezek halmozva. Ez nem csak tűzvédelmi problémát vet fel, hanem a túlkészlet között nagyon nehéz keresgélni, itt sérülhetnek a könyvek, kötetek, nem akarom tovább mondani. Ilyen szerintem egy normálisan üzemelő könyvtárban biztosan nem fordul elő. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk hogyan néz ki mondjuk egy raktár. Amikor én egy vállalatnak a raktárába megyek be, akkor ott azért jócskán vannak meglepetések. Jó, szükségtelen mozdulatok. Szükségtelen mozdulatok, amikor le kell hajolnom, nyújtoznom kell, keresgélni kell, nagyot kell emelni, keresgetni, azonosítani kell, és itt akár a honlapon az ergonómiai problémák, hova, hányat kell kattintanom, megfelelően olvasható, megfelelően kereshető, megfelelően kulcsszavakkal ellátott az egész. Itt ezek nagyon sokat segíthetnek, hogyha okosan vannak kitalálva. És végül az utolsó, a selejt, illetve a veszteség, tévesen előállított információ, tévesen kikeresett dokumentum, tévesen kiadott dokumentum, adatrögzítési hiba folytán esetleg késedelmi pótlék felszámítása feleslegesen, vagy elveszett dokumentum, megsérült könyv, ami esetleg megjelenhet. Jó? Ezek azok a hétfő veszteségek, gyorsan visszamegyek egy kicsit a hétfő veszteség forrása, itt vannak, ami még egyszer várakozás, selejt, szállítás, mozgatás, szükségtelen mozdulat. Itt a könyvtárban nagyon nehéz értelmezni, most hirtelen nem tudok rá példát találni, hogy túltermelés, hogy túl sok információt kell szolgáltatni, vagy túl sok statisztikát kell szolgáltatni, nem tudom például, ami esetleg nem biztos, hogy elégséges. Egy vállalatnál tipikusan ez a fő veszteségforrás. Itt a könyvtárban nagyon nehezen tudom most elképzelni, de majd, ha együtt dolgozunk, együtt tanulunk a folyamatfejlesztésről, akkor ezt biztosan majd át tudjuk beszélni, át tudjuk tekinteni. Jó? Az lenne most a kérésem. Megosztok egy videót, ez a pirítós videó, és keresenek példát a hét fő veszteségforrásra.
making some toast for my wife. Honey, I made you some toast. Is it raisin toast? Remélem tetszett a film. A film megtekintését követően térjünk vissza a hétfő veszteségforráshoz. Talán ide megyek erre a listára. Szeretném kérni, hogy állítsák le a videót, és próbáljanak példákat, ötleteket mondani ezekre a veszteségforrásokra. Ne csak egyszerűen kipipálják, hogy várakozást láttak, selejtet láttak, szállításmozgatást vagy egyéb dolgokat, hanem próbáljanak mintát, példát is mondani erre vonatkozóan. Jó? Állítsuk le, és ötleteljünk. Nagyon örülnék neki, hogyha mindegyikre találnának példát. Szándékosan nem fogom megmutatni az eredményeket, vagy a megoldásokat, majd élőben átbeszéljük ezeket.
Oké, remélem sikerült a veszteségforrásokat összegyűjteni. A következő körben, utolsó körben szeretném a PDCA folyamatot áttekinteni. Önök segítségével azt a folyamatot, azt a probléma megoldó eljárást szeretném áttekinteni, amiről a Hibázza tökéletesre vállalata folyamatai című könyvem is szól. Ha a probléma megoldást almákhoz hasonlítjuk, akkor vannak a földön heverő egyszerű gyümölcsök, egyszerű megoldások, amelyeket logikával, intuícióval, józan paraszti ésszel el lehet érni. Ezek lesznek azok, amelyeket nagyon könnyen, nagyon gyorsan fogunk azonosítani, viszont lesznek majd úgynevezett alacsonyan lógó gyümölcsök is. Ezeket az alacsonyan lógó gyümölcsöket tudjuk majd megtalálni, megoldani, például a hét minőségügyi eszköznek a segítségével, amit Kaoru Ishikawa professzor írt le. Ezek között van egy olyan elemzés, a Pareto elemzés is, a 80-20-as szabály is közöttük van, amely azt mondja, hogy a problémák 80%-át a zavaró ható tényezők 20%-a határozza meg. Lássuk ezeket, beszéljük át kicsit részletesebben, és ha folyamatfejlesztéssel foglalkozunk, folyamatokban gondolkodunk, akkor talán az első kérdésem mindig az, hogy van-e standard jelenleg a területen, amit akarunk vizsgálni. Nagyon sok esetben egyetért a könyvtáros, illetve az olvasó például, hogyha egy kicsit így nem vállalati rendszerben akarunk dolgozni, hogy igen, van és az betartható, de valamikor azt mondja a könyvtáros, hogy igen, kitaláltunk egy rendszert, megpróbáltuk megfelelő jelölésekkel ellátni az egyes polcokat, meg a területeket, hogy mindenki megtalálja a számára hasznos információkat, de lehet, hogy a dolgozó azt mondja, hogy ez nem igazán működik, nem igazán egyértelműen átlátható. Lesznek olyan területek, amikor a dolgozó kitalált valamit, hogy hogyan gyűjtene információkat, hogyan szeretne összeszedni adatokat, de mondjuk nincsenek ilyen kulcsszavak, nincsen ilyen paraméter a katalógusban, amire keresni lehetne, és akkor éppen ezért is esetleg nehezebben jut hozzá ahhoz az információhoz, amire szüksége van. Hogy mindent szükséges-e adminisztrálni, mindent szükséges-e leírni, erre egyértelműen a válaszom az, hogy nem. Itt mindent a költség-haszon elve alapján döntsünk el, hogy akarjuk-e nyomon követni, vagy nem. Ha hibát, problémát, túlzott erőforrás felhasználást okoz, akkor mindenképpen gondolkozunk azon, hogy hogyan hozzunk létre valamiféle standardot, vagy eljárást erre vonatkozóan is. A folyamatfejlesztéssel kapcsolatosan néhány gondolatot hagyd mondjak el, hadd osszak meg önökkel. A változásokat könnyű bevezetni, de az eredmények fenntarthatóságának a biztosítása rendkívül nehéz, különösen ott, ahol emberekkel kell együtt dolgozni. Látni fogják majd, vagy tapasztalni fogják, egy változtatás rengeteg kérdést vet fel, szeretnének az emberek visszatérni a megszokott állapotba. Csak egy példát hadd mondjak, ha elmennek egy üzletközpontba, például a Tesco-ba vásárolni, egyik alkalommal mondjuk jobbra volt egy cikk, utána balra kell fordulni, hát az embernek nincsen ezzel kapcsolatosan túlságosan jó tapasztalata a legtöbb esetben. A folyamatfejlesztés a valóságban sajnos sohasem folyamatos tevékenység. Általában az emberek egyrészt vagy folyamat végző funkcióban vannak, vagy pedig fejlesztő funkcióban vannak. Nagyon kevés az olyan személy, aki aközben gondolkozik a javításon, a fejlesztési lehetőségen, miközben a feladatot, a tevékenységét végzi. Amikor arról beszélünk, hogy folyamatot akarunk fejleszteni, akkor nem túl bonyolult, egyszerű dolgokat várunk itt általában a résztvevőktől és az érintettektől is. Az én kedvenc példám az, amikor a holdra szálláshoz próbáltam hasonlítani a folyamatfejlesztést. Képzeljék el, hogy előbb szállt ember a holdra, mint hogy a bőröndöknek az aljára kerekeket szerelt volna megkönnyítendő az utazásnak a viszontagságait. Nem a holdra szállás típusú, nem a holdra szállás léptékű fejlesztéseket keresem, hanem azokat a fejlesztéseket keresem, azokat kellene majd együtt keresni, ahol kereket szerelünk a bőröndre, és szinte amikor meglátja valaki ezt a fejlesztést, akkor a homlokára csap, hogy Jézusom, miért nem nekem jutott ez korábban az eszembe. Nagyon fontos a gondolat a folyamatfejlesztéssel kapcsolatosan, hogy okosabban akarunk dolgozni, nem pedig gyorsabban akarunk dolgozni. Az okosság azt jelenti, hogy elsőre jól végezzük el a feladatainkat. És ha már ezt sikerül elérnünk, akkor egy nagyon nagy lépést tettünk előre. Folyamatfejlesztéssel kapcsolatosan majd látni fogják, hogy lesznek különböző akciók, lesznek különböző fejlesztések, amellyel emelkedik az olvasói elégedettség, amivel emelkedik a kiszolgálásnak a színvonala, de hogyha nem történik semmi, akkor egyszerűen vissza
áll minden, visszáll minden, mert sok esetben meg kell erősíteni ezeknek a fejlesztéseket. Sokszor, mintha víz, forró víznek a buborékaihoz hasonlítottam volna a fejlesztéseket, ha egyszerűen nem teszünk azért, hogy ezek a fejlesztések fenntarthatóak legyenek, akkor mint a forró víz buborékok elpukkannak, és újra visszaáll az eredeti állapot. Nekünk az lenne a célunk, hogyha kitaláltuk, hogy mi az a tartomány, mi az a hely, ahol vagyunk, ezeket mérni tudjuk, adatokkal tudjuk ezeket jellemezni, és meghatározunk célként, hogy hova akarunk elérni, akkor természetesen lesz egy fájdalmas, szürke zóna, amin végig kell mennünk, de itt rengeteget tanulunk saját magunkról is, illetve a folyamatokról is. A lean megközelítés azt mondja, hogy ha 60-70%-ban már valami működik, akkor vezessük be, mert tanulhatunk a folyamatról, magunkról is, és a következő mondjuk 30 napban pedig tökéletesítsük. Sokkal többet tanulunk általában akkor, hogyha mondjuk negyedszerre, ötödszörre sikerül valamit megoldanunk, mert ilyenkor jobban a mélyre ásunk az egésznek, mélyebben megértjük a problémát, a vevő igényeket is, olvasó igényeket is, mint hogyha elsőre jól sikerülne kialakítani valamit. Ez a megvalósító üzemmód, ez az, ami mellé oda kellene rakni ezt a tanuló üzemmódot, és amikor a munkánkat végezzük, amikor az olvasószolgálatban ülnek, amikor információt adnak, tudást adnak át az olvasóknak, akkor gondoljanak arra, hogy vajon hogyan lehet ezt a kettőt összekapcsolni, hogyan lehet olyan folyamatokat, olyan szolgáltatást nyújtani, ahol az úgynevezett wow effektus előjön. Amikor a vevő azt mondja, az olvasó azt mondja, hogy wow, hát nem is gondoltam volna, hogy a könyvtárban ilyen szolgáltatást lehet megkapni, ilyeneket lehet begyűjteni, és ha ez történik, akkor igazából egyre többen fognak információt kérni, tudást keresni majd a könyvtárakon belül, és a versenytársa, a konkurencia, mint az internet, illetve Google, az remélhetőleg a kettő együtt fog majd működni összességében. Hatásosság alatt azt értem, hogy kielégítem a vevő igényt, sőt, azt mondja az üzlet, hogy még egy kicsit jobban is kell tennem, még kicsit többet is kell tennem annál, amint a vevő kér, hiszen ez az a wow effektus, amiről az előbb beszéltem, amikor pedig már kielégítettem az olvasónak az igényét, azt tegyem meg hatékonyan, azaz minél kevesebb lépésben, minél kevesebb érintéssel, elsőre jól végezzem el ezt a tevékenységet, minél kisebb időráfordítással, hiszen számos kérdés fogalmazódik meg, ezekre szeretnénk időben válaszolni. Hatékonyság alatt azt értem, hogy nem görkorcsolyát szerelünk például a könyvtáros kollégának a lábára, hogy gyorsabban tudja a dokumentumokat odavinni az olvasószolgálatba vagy a kérő részére, hanem okosabban végezzük a feladatainkat. A PDCA körforgást említettem korábban, ez egy olyan egyszerű körforgás, ahol megtervezzük először a feladatunkat, végrehajtjuk a feladatot, megnézzük, hogy sikerült-e elérni a tervet, ha nem sikerült elérni a tervet, akkor pedig valamiféle beavatkozással újra akciókat hajtunk végre, hogy a tervet elérjük. Ha önmagában csak PDCA feladatot hajtanánk végre, akkor mintha csak itt állandóan visszacsúsznánk, ezt akartam ezzel a korábbi ábrával is megjeleníteni, állandóan visszacsúszunk, de azáltal, hogy a PDCA köröket követi egy úgynevezett SDCA kör, PDCA-ból lesz egy úgynevezett SDCA kör, ahol egy fejlesztés hatására egy standardot hozunk létre, a standardot akarjuk betartani, ezeket fogjuk auditálni, ezeket fogjuk olyanná tenni, hogy az ettől való eltérés az szinte kényelmetlen legyen az olvasó vagy a kolléga számára, és ennek hatására olyan új kultúra, olyan új megszokások alakulnak ki, amivel magasabb szinten sikerül az olvasói szolgáltatásukat, olvasói igényeket kielégíteni. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt ezeket a fázisokat nem is biztos, hogy PDCA-val kezdjük, hanem valamikor A-val kezdjük, mivel már meglévő folyamatokat próbálunk fejleszgetni, ebből akarunk majd egy fejlesztést létrehozni. Talán ezzel kapcsolatosan inkább azt mondanám el, hogy az egyik barátom rajzolt egy nagyon érdekes ábrát a PDCA ciklussal kapcsolatosan, valami ilyesmi módon nézett ki az ábra, ahol itt vízszintesen az időt jeleníthetem meg, és a PDCA lépéseket valahogy így mutatta be, hogy
Itt van a tervezés, itt van a végrehajtás, itt van az ellenőrzés, itt a korrekció. Ha kevés időt fektetünk, nem fektetünk elég időt a tervezésre, akkor a feladat végrehajtása meg az ellenőrzése az nagyjából ugyanannyi időbe kerül nekünk, mint hogyha megterveznénk rendesen a folyamatainkat, de mivel nem volt megtervezve, ennek hatására jóval több korrekcióra, jóval több beavatkozásra van szükség, mint hogyha megterveztük volna az egészet. Általában azt mondja a szakirodalom, hogy egy egység tervezés az 10 egység munkát jelent. Munkával egyenlő. Hogyha egységnyi időt a tervezésre fordítok, megtervezem, hogy mit szeretném végrehajtani, akkor nagyobb eséllyel elsőre jót, vagy közel jót fogunk létrehozni, és ennek hatására kevesebb beavatkozásra van szükség, vagy jobban ki tudjuk elégíteni a vevőigényeket. Több esetben fordul elő, amikor nagy a feladat, akkor a végrehajtáshoz egy mini PDCA ciklus tartozik, hogy az egyes feladatokat részfeladatokká tudjuk bontani, és részfeladatonként lássuk a haladást. Jó? Amivel én kiegészítettem a Hibázat tökéletesre válata folyamatait című könyvemben ezt a PDCA megközelítést, az a menjünk és figyeljük meg a valóságban, beszéljünk adatokkal, nézzük meg a saját szemünkkel, vegyük fel a veszteségeket látó szemüvegünket, ugyanúgy, ahogy az előbb a film kapcsán megnézték és remélhetőleg felsorolták a veszteségforrásokat. Szedjük össze ezeket a veszteségeket, nézzük meg, hogy mi okozza a veszteséget, a vevői elégedetlenséget, hajtsunk végre fejlesztést, amit megfelelően megtervezünk, és amikor végrehajtottuk a fejlesztést, akkor vonjuk le a tanulságokat. Vonjuk le a tanulságokat. Mi az a három dolog, három jó dolog, amit lemásolnánk, és egyfajta, azt mondja a szakirodalom, hogy best practice-ként, legjobb eljárásként megtanítanánk másoknak is. És mi az a három dolog, három kihívás, amit el akarunk kerülni, amit másként akarunk megcsinálni. Azáltal, hogy oda megyünk a helyszínen és observe, megfigyeljük, observe, elnézést az angolért, megfigyeljük, meg utána levonjuk a lessons learned, a tanulságokat, azáltal sokat fogunk tanulni önmagunkról, sokat fogunk tanulni a folyamatfejlesztés módszeréről, és el tudunk érni egy olyan spirálba, ahogyan fejlesztésről fejlesztésre, akcióról akcióra magasabb szintre tudjuk vinni a sok-sok PDCA tevékenységgel a könyvtári szolgáltatásnak a színvonalát, aminek a hatására nem csak megőrizni lehet ezt a minősítést, amit elnyertek, hanem esetleg tovább is lehet majd vinni összességében. A PDCA körfolyamatnak az eredménye az, hogy átlépünk az SDCA-ba, azaz a ciklus eredménye az lesz, hogy egy standardot hozunk létre, addig nem fogunk egy újabb fejlesztésbe belefogni, ameddig a meglévő standardot, elnézést be nem tartottuk. Jó? És egészen addig ellenőrizgetjük, auditáljuk, hogy a standardot betartják-e, amíg ténylegesen a dolgozói kultúra az olvasói kultúrának a részévé válik, és csak akkor vághatunk bele egy következő fejlesztésbe. Hogyha anélkül vágnánk fejlesztésbe, hogy a standardot létrehoznánk, meg megerősítenénk, akkor a kis forró gőzbuborékokhoz hasonló eredményeket fogunk tapasztalni, illetve a dolgozók is, illetve az olvasók is csak azt fogják tapasztalni, hogy folyamatos változás van, ugyanazt fogják tapasztalni, mint esetleg a Tesco-ban tapasztaljuk, hogy egyszer itt vannak a cikkek, egyszer ott vannak a cikkek, de nem bírjuk lekövetni az egészet, és akkor igazából immunessá válnak itt a változásban való részvételre is, meg esetleg az eredményeit nem hogy értékelni fogják, hanem esetleg még azt fogják mondani, hogy ez nem igazán az ő érdeküket szolgálja. Az lenne a következő lépés ezt követően, hogy ha találkozunk majd és közösen dolgozunk, közösen tanuljuk a folyamatfejlesztésnek a módszereit, akkor próbáljuk majd megtanulni ezeket az alapvető, egyszerű eszközöket, mint a folyamattábra, a post-iteket fogunk rengeteget használni, rengeteg post-ittel fogjuk lerajzolni, hogy ténylegesen milyen a folyamat, nem pedig azt, hogy milyennek gondoljuk, mert ilyenkor lehet azokat a veszteségforrásokat felfedezni, aminek a megszüntetésével vagy csökkentésével
eredményre tudunk jönni. Itt a PDCA megközelítésbe próbáltam ezeket az eszközöket beleilleszteni, és egy icipicit a PDCA-t azért bontottam ki a plan részét, a tervezés részét, mert a tervezést mutattam, hogy mennyire fontos, mekkora hatással van, hogyha megfelelően megtervezzük a folyamatainkat. Sajnos nagyon sokszor nincs elég idő, energia arra, hogy mindent bevezessünk, mindent végrehajtsunk. Talán itt a 80-20-as szabállyal kapcsolatosan is annyit elmondanék, ugye említettem korábban, hogy a hibák 80%-át az arra ható tényezőknek a 20%-a okozza, azonban a Paretónak vagy ennek a 80-20-as szabálynak van egy árnyoldala is, és pedig az, hogy az idő ráfordításaink 80%-a hozza az eredmények 20%-át. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor látni fogjuk, hogy miért fontos annyira, hogy fókuszálni tudjuk a figyelmünket, illetve a tevékenységünket is, mert csak azzal foglalkozunk, csak azt javítsuk, amit a külső, illetve a belső vevő értékel. Ezeket szeretném a közösen önökkel megtanulni, ezeket szeretném gyakorolni önökkel, és igazából mit lehetne mondani még végezetül? Talán végezetül engedjenek meg négy elgondolkodható kérdést, amit minden folyamat, illetve minőségfejlesztő szakembernek fel kellene tennie saját magának, valamint mindazoknak, akikkel együtt értékteremtő tevékenységet folytat. Ezeket a kérdéseket Jim Rohn, a híres menedzsment guru tette fel más formában, de hogy számomra nagyon hasznosnak bizonyultak, remélhetőleg ön is sokat fog tanulni a megválaszolásokkal. Íme az első kérdésem önhöz. Miért? Időről időre mindannyian feltesszük a kérdést, miért? Miért nem elég 90% vagy akár 99%-os teljesítményt nyújtani a komplex könyvtári folyamatokban? Miért van egyáltalán szükség folyamatokra vagy standardokra? Miért kell napról napra, hónapról hónapra új dolgokat megtanulnunk az olvasóigény maradéktalan kielégítés érdekében? Miért kell igazából leásnunk a problémának a gyökeréig, azaz a valós okáig, és nem megelégedni a felszínen tapasztalható jelekkel? Miért van szükség erre a sok-sok kemény izzadságot okozó munkára? Igazából ezek azok, amit ezzel az első miért kérdésemmel kapcsolatosan szerettem volna megosztani önökkel. És a válaszként talán erre a kérdésre a következő, a második kérdésem van, amit felírtam, miért ne? Miért ne próbálnánk meg kideríteni, hogy hány könyvet tud elolvasni egy év alatt? Hány új probléma megoldó eszközt vagy technikát képes ön elsajátítani és alkalmazni? Miért ne próbálná meg érdekesebbé tenni önmagát kollégái vállalata számára azáltal, hogy tanul, fejlődik minőségjavítás, folyamatfejlesztés tekintetében? Mennyire sokoldalúvá képes válni alig egy év alatt, hogyha időt, illetve energiát fektet önmagába, illetve ebben a kis közös tanulásban való részvételben, és igazából miért ne adjunk bele mindent, hogyha tényleg itt most van egy lehetőség, hogy közösen gyakoroljunk, közösen tanuljunk. Ha ennyire motiváltak most önök, akkor én vállalom, hogy 100%-ban én is beladom a időmet, energiámat, hogy ténylegesen együtt emeljük majd itt a szolgáltatás színvonalát az olvasók felé. A harmadik kérdésem az, hogy miért nem ön, vagy miért nem önök? Miért ne ön tegye meg az első lépést, ahelyett, hogy másokra várna? Miért nem ön az a személy, aki célokat tűz ki saját maga számára, és lépésről lépésre dolgozik ezek megvalósításán, miközben méri az efelé a haladást az úton? Ha én képes voltam megtanulni ezeket az eszközöket, amiket majd itt a következő időszakban közösen átbeszélgetünk, ha képesek voltak olyan szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező hölgy például, aki egy olyan folyamat ellenőrző lapot szerkesztett, amivel csökkentette egy terméknek a kozmetikai ellenőrzését 53%-kal, vagy a lakatos, aki automata dobozológépet készített egy vállalatnál, így nem csak gyorsabban, de szinte selejtmentesen végezte a feladatát, akkor igazából, ha ezek a személyek beszélni tudnának, akkor elmondhatnák, hogy ha nekik sikerült, akkor valószínűleg önnek is, önöknek is sikerülni fog ez az egész. Ne gondolja, hogy kizárólag mérnöknek, technikusnak kell lenni ahhoz, hogy folyamatokat fejleszten. Próbálja meg felderíteni, észlelni, hogy mik azok a kritikus folyamatok az olvasók szempontjából, a könyvtár szempontjából, amelyeknek a fejlesztésével eredményt tud generálni, értéket tud generálni.
Ugye ön sem elégszik meg 90% vagy 99%-os megoldással ott, ahol valódi 100%-ra van szükség. Szeretném, hogyha igazából ezeket együtt megtanulhatnánk. És íme az utolsó kérdésem önhöz, miért nem most? Egy fa elültetésére a legjobb időpont a tegnapi nap, a második legjobb pedig a mai nap, azaz az itt és a most. Miért kellene várni január 1-jéig, hogy újévi fogadalmaink közé felvegyük a folyamatok fejlesztésének, a minőségjavítás eszközeinek, technikáinak az elsajátítását vagy alkalmazását? Miért várnánk arra a következő főnökkel folytatott teljesítményértékelő beszélgetésre, amikor ő vagy ön tudja kitűzni ezeket a feladatokat saját maguk számára? Az olvasók nem várnak, a világ nem vár, itt és most akarnak hibamentes szolgáltatást, a lehető leggyorsabban kielégíteni az információs igényüket, a tudásvágyukat. És azért, hogy ezt megtegyük, nagyon várom, hogy együtt dolgozzunk, és szeretném egy utolsó dián összefoglalni azokat az dolgokat, amelyeket itt ebben a rövid, élem felhívó online képzésben szerettem volna megosztani önökkel. Először is a vevők vagy az olvasók igényét kell felmérnünk és kielégíteni hatásosan, azaz azt kapja, amire szüksége van, és ha azt kapja, amire szüksége van, olyan módon, ahogyan szüksége van rá, akkor a célunk az, hogy elsőre jól elégítsük ki az igényét. Az olvasó számára nagyon fontos az érték, értenünk kell, hogy milyen módon keletkezhet érték az olvasó számára, a tudásvággyal a könyvtárba érkező személy számára. Rendkívül fontos a mérés, mérjünk, beszéljünk adatokkal, mert ha nem beszélünk adatokkal, akkor csak a véleményünket tükrözzük, véleményünk jelenik meg, és nem pedig egyfajta objektív kép. A 99%-os teljesítmény bizony nem mindig elégséges, és nagyon fontosnak tartom azt, erről igazából itt beszélnék egy negyed pillanatot, hogy ahelyett, hogy azt keresnénk, hogy ki a hibás, próbáljuk meg azt nézni, hogy melyik folyamatlépés a hibás. Ha ki a hibás gondolkodás van a fejünkben, akkor sajnos hárítás történik, akkor nem egy olyan kooperatív munkakörnyezetben vagyunk, hogy problémát oldjunk meg, de ha azt keresjük, hogy mi gátolja X-t, vagy Y-t, vagy Z-t, hogy elsőre jól végezze el a feladatát, akkor az mindjárt sokkal többet mond, és mindjárt együttműködőbbé válik bárki. Időnként érdemes okosan, szándékosan hibázni, kicsit meg kifeszíteni a folyamatot, hogy lássuk, hogy milyen teljesítményre képes, mit mutat, mert ezzel kapcsolatosan rengeteget tudunk tanulni saját magunkról és a folyamattal kapcsolatosan. A PDCA ciklust, amit bemutattam, szeretném, hogyha kiegészítenénk azzal, hogy oda megyünk és megnézzük a folyamatot, saját szemünkkel, saját kézből, első kézből gyűjtünk tapasztalatokat, majd a fejlesztés elvégzése után levonjuk a következtetéseket. Mi ez a három dolog, amiből egyfajta legjobb eljárást, hogy best practice tudunk létrehozni, és mi az, amit mindenképpen el akarunk kerülni, másképpen akarunk csinálni. Ha ezekre figyelünk, ezekre gondolunk, akkor magasabb szinten, ügyesebben fogunk tudni, hatásosabban tudunk majd következő fejlesztéseket végrehajtani. Ne gondolkodjanak nagy lépésekben, ne hódraszállásban gondolkodjanak, hanem gondoljanak olyan apró lépésekben, amikor kereket szerelünk a bőröndre, olyan egyszerű, okos megoldásokat találjunk ki, amellyel okosabban dolgozunk, és nem pedig úgy dolgozunk, hogy emberektől olyat várunk el, amit esetleg mi magunk sem vagyunk képesek végrehajtani. Nagyjából ennyi, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Kíváncsian várom az észrevételeket, a visszajelzéseket. Meg fogjuk beszélni itt Renátával, Erzsébettel, hogy hogyan, milyen ütemben lesznek a képzések lebonyolítva, de biztosak lehetnek abban, hogy igyekszünk gyakorlatorientáltak lenni, és nagyon sokat fogunk tanulni, nagyon sokat fogunk beszélgetni. Remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, remélem, hogy nagyon hamarosan találkozunk. Viszontlátásra, viszonthallásra!